Köszöntöm a nézőket, a Híradó nyári külön kiadását látják. Véget ért a tesztüzem, az egyes vonalon vizsgálta a Paksi Közlekedési Kft. A BYD elektromos csuklós buszát, a több mint 18 méter hosszú és három tengelyes járművet a paksi utasok ingyen próbálhatták ki. A teszt során a cég kiemelten figyelte az akkumulátorok teljesítményét. A 140 utas befogadására képes járat akár 420 kilométert is meg tud tenni a gyártó adatai szerint. Sok utas felfigyelt az élénk piros színre és a nagy méretre, ezt a BYD csuklós buszt tesztelte mintegy 10 napon keresztül a Paksi Közlekedési Kft. Mivel az elmúlt időszakban nagyon meleg volt, így a klímaberendezés szinte folyamatosan ment. Ennek ellenére a busz akkumulátor csomagja remekül vizsgázott a paksi forgalomban. A gyári adatok szerint 420 km tud megtenni egy töltéssel ez az autóbusz. Most nekünk a tapasztalatunk az, hogy egy 420 km-es fordánk az nincsen, viszont jelen idő a leghosszabb fordánk az 277 km hosszú, és egésznapos futást követően, miután ezt a távolságot megtette, még 38% marad az akkumulátorban. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egész jó közelítéssel megadták ezt az adatot, és ugye úgy maradt 38%, hogy hát a hűtést meg kellett oldani, és ezt sikeresen abszolválta a jármű. Több mint 18 méter hosszú és három tengelyes. A mérete miatt a buszt az egyes vonalon vetette be a tömegközlekedést végző cég. Meg kellett határozni, hogy egyáltalán hol fér el az autóbusz, de azért mi paksiak tudjuk, hogy csuklós járművek jártak már ebbe a városban, és hát azt is tudva levő, hogy ez az egyes útvonal, tehát a Dunakömlőtől a lakótelepig tartó útvonal az a főutcán keresztül ezt el tud közlekedni, tehát a hármas vonalunkon, a kettes vonalon ez az autóbusszal közlekedni nem lehet, egész egyszerűen azért, mert nem fér el, de egyébként nagyon fordulékony, majdhogy nem sávfejesen tud fordulni mindenhol a jármű, tehát ahol egy szóló elfér, ott szinte ez is elfér, de hát a hossza miatt nem lehet mindenhol beengedni, szűk utcákat nem bírja. A tesztüzemre azért került sor, mert a Paksi Közlekedési Kft. A jövőben flotta bővítést tervez, így a gyártók által kínált járműveket alaposan megvizsgálják. Legutóbb májusban szintén egy BYD busz érkezett a céghez, a városnapján is bemutatkozott. A márka közép-kelet-európai értékesítési vezetője akkor úgy nyilatkozott, hogy a termékeikről rengeteg a pozitív visszajelzés. Valamennyi partnerünk, közlekedési vállalat megelégedéssel használja a járműveinket. Ugyanez a típus, ez a K9 UD fut a volánbusznál, 48 darab autóbuszunk van ebből, illetve Miskolcon van 10 darab. Ezen felül ugye a BYD piacvezető még korábbi modellek Pécset, Tatabányán és az ország egyébként 10 különböző pontján futnak a BYD járművek, és nagy büszkeség, hogy piacvezetők lehetünk. A piros BYD csuklós buszt a paksi utasok ingyen próbálhatták ki június 18-a és 28-a között. Sorozatban ez volt a 8. gyártó, 11. tesztjárműve. Utolsó munkanapján búcsúzott el dr. Tajdina Juliannától Paks polgármestere. Szabó Péter a gyermekorvosnak minden paksi szülő, nagyszülő és már fiatal felnőtt nevében kívánt. Hosszú, boldog, egészséggel teli, nyugdíjas éveket. A héten a városvezető ugyancsak hasonló jókat kívánt Bosnyák Zoltánnénak. A Paksi Benedek Elek Óvoda Pro Urbe díjas intézmény vezetője szintén nyugdíjba vonul. A polgármester az ő áldozatos munkáját is virágcsokorral köszönte meg. Kitartó munka és hosszú egyeztetések révén sikerült elérni, hogy az Európai Unió Oroszország elleni intézkedéseinek immár nincs hatása a Paks 2 projektre, így reagált a hét elején elfogadott 14. szankciós csomagra Jákli Gergely. A Paks 2 ZRT elnök vezérigazgatója kifejtette, a most elfogadott rendelet szövegében a beruházás külön bekezdést kapott. Még korábban az EU szankcióknál egy-egy adott intézkedésnél volt kivételként nevesítve a projekt, addig mostantól általánosságban önálló bekezdésben szerepel, hogy a szankciók nincsenek hatással rá, nem befolyásolják. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan fontos előrelépés, ami jól mutatja minden olyan Európai Unióból érkező beszállító, potenciális beszállító számára, hogy az Európai Unió által hozott szankciós intézkedések nem fogják befolyásolni az ő termékének szolgáltatásának beszállítását a Paks 2 projektbe. A másik, amit én fontosnak tartok megemlíteni a változások kapcsán, hogy eddig úgy működött maga a beszállítási folyamat, hogy egyes termékek, szolgáltatások esetében az országban kompetensen működő exporthatóságtól mentesítési engedélyt kellett kérni a beszállítás előtt.
Viszont ez a módosítás, ez azt a mentesítési engedélyezési folyamatot, azt a Paks 2 projekt esetében gyakorlatilag megszünteti. Minden olyan beszállító, aki vagy terméket, vagy szolgáltatást szeretne értékesíteni a Paks 2 projekt keretében, vagy a Paks 2 projekthez, őnek a jövőben nem lesz szükség erre a szankciós mentesítési folyamat lefolytatására, egyszerűen csak informálnia, tájékoztatnia lesz szükséges az országában működő exporthatóságot. Irodalmi helytörténeti napközistábort szervezett a Paksi Pákolic István városi könyvtár. Az eseményt pályázati támogatásnak köszönhetően tudták megvalósítani. A jelentkezőket számtalan program várta, az előadásoktól, könyvbemutatóktól kezdve, egészen az ürgemezei kirándulásig és a kincskeresésig. Dicső Zsolt, szekszárdi költő is vendége volt a Pákolic István városi könyvtár elmúlt héten tartott itthon a Dunánál című táborának. Októberben a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert 400 ezer forintot az intézmény a program megvalósítására. Ezt egy ilyen ötnapos táborra tudtuk beforgatni, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy egy helytörténeti, helyismereti, egy kicsit a költészettel, a helyi kultúrával kapcsolatos, helyismerettel kapcsolatos tábort fogunk elkészíteni, és a 12-14 éves gyerekeknek a jelentkezését vártuk el a táborra, meg is volt ugye az a bizonyos létszám, amit fogadtunk, tehát 10-15 fő az, ami még kényelmesen elfér a könyvtárunkba. Elsősorban a környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó előadókat, írókat hívtak meg a táborba. Voltunk kint Vince Bálint fotós, tartott egy nagyon szép beszámolót nekünk, volt Roig Tamás ifjúságíró, aki a természetvédelemről és a könyveiről beszélt, tulajdonképpen egy kis írókurzust is tartott, van olyan, aki az iparművészetet mutatja be nekünk, vagy az ipari dolgokat, voltunk a Magházban, Tolnán. Kincskereséssel egybekötött helyismereti túrát is szerveztek a táborozóknak, akik az utolsó napon az Őrgemezőre kirándultak, és labbúkokat készítettek emlékeiknek. Nagy Balázs szerint olyan gyerekek vettek részt a táborban, akik valamennyien rendszeres látogatói a könyvtárnak. Kasparek Kristófnak Roig Tamás könyv bemutatója tetszett a legjobban. A Szárasság című könyv nagyon tetszett, ahogyan ez a kinézete, meg ahogyan mesélt róla, az nagyon jó volt. Mit kell tudnunk erről a könyvről? Hát az, hogy van kettő főszereplő, és hát ugye arról szól, hogy a Föld az ugye, mint ami most is van probléma, ez a globális felmelegedés, és akkor ugye ez így a súlyozott problémákat mutatja be tulajdonképpen. A könyvtár igazgatója úgy tervezi, hogy jövőre is pályáznak, mivel társasjátékkészítő, világépítő tábort szeretnének megrendezni. Az út volt a témája annak a hittantábornak, amelyet a Paksi Református Egyházközség tartott ezen a héten. A táborban mintegy 36 alsó tagozatos gyermek vett részt. Ifi kísérőik segítették a hitoktatók és a gyülekezet munkáját. Az egy hét alatt a táborozók számos bibliai történetet ismertek meg és dolgozták fel azokat. Emellett kikapcsolódás és játék is várta őket. Ezt a dalt is megtanulták az alsó tagozatos hittantáboros gyerekek az elmúlt héten. Lenkei István református lelkipásztor szerint nagyon fontosnak tartják, hogy a hittan ne csak egy ismeretanyag átadását és elsajátítását jelentse. A hitünknek a lényegéhez és megéléséhez tartozik maga a közösség, hiszen egész kereszténységnek, Jézus tanításának a szeretet van a központjában, az pedig nem egy ilyen elvont ismereti dolog, hanem az csak megélve ér valamit, amikor együtt vagyunk, és ebbe próbáljuk segíteni a gyermekeket is. Egyrészt, hogy találkozzanak azzal a közösséggel, ami a hittanórák mögött van, a gyülekezettel, a Krisztus testtel, másrészt pedig, hogy ők is megszeressék egymást is, hiszen ez ami nagyon fontos, és ezt tudja őket segíteni, megtartani azon az úton, ami a Jézus követése. Színégetőné Kovács Katalin, a tábort vezető egyik hitoktató azt tapasztalta, hogy a táborozó gyerekek szívesen vannak együtt, befogadóak, nyugodtak. Olyan érdekes azt megtapasztalni, hogy nagyon tisztelettudóan, nyitottan ott vannak egymás iránt is tiszteletet mutatnak, és a közöttük szolgáló fiatalok fele is tiszteletet adnak. Jó megtapasztalni azt a nyitottságot, amivel jönnek, és mindig mosolyogva jönnek, és ezt annyira
öröm látni, és bár nagyon fárasztó azért a sok program számunkra is, de mégis feltölt minket az, hogy ezt a mosolyt látjuk rajtuk, meg ezt az elfogadást egymás iránt. A gyerekek számos történetet megismertek, és elő is adták azokat. Én tudom már, amiket láttam, amilyen sok beteget meggyógyított, hogy nem csak Fortunánál nagyobb ez a Jézus, de az összes római istennél is nagyobb. Úgyhogy a barátságunkra kérlek, hogy adj egy esélyt neki, és ismerd meg őt. A tábor úgy épül föl, hogy van egy tematikája ennek a hétnek a fő, vagy ami köré épül ez a hét, az az út. Határút, kiút, válaszút, keresztút, ezek a fő pontok, ezekhez kapcsolódnak a bibliai történetek, a jelenetek, van egy kerettörténetünk, amin keresztül utat teszünk Jeruzsálembe. A Bibliából 5 üzenetet, aranymondást fogalmaztak meg a hétre, ezeket megtanulták, majd kis csoportokban feldolgozták a gyerekek. Emellett délutánonként színes programokkal készültünk. Első nap volt a lovaskocsikázás, akkor tanyára mentünk ki, és ott megnézhettük a lovacskákat, cicáztak, kutyáztak, igazán gazdag program volt, bár nagyon meleg volt, de mégis nagyon jól érezték magukat. Második nap akkor a múzeumban tettek egy látogatást, és ott is volt ilyen kézműves foglalkozás, tegnap pedig nemezelés volt számukra, illetve vízipisztoly csata, ez így alakult, de azt látjuk, hogy a szabadidőt is nagyon szívesen töltik együtt, társas játékoznak, bujócskáznak, fogócskáznak, tehát tényleg semmi probléma nincs velük. Csütörtökön az Ökocsiga játszóhez biztosította a színes programokat a gyerekeknek, pénteken partizárta a tábort. A diákokat a gyülekezet tagjai és a hitoktatók mellett fiatalok kísérték a programok során, akik a jövő héten táboroznak majd kortársaikkal Pécsett. Továbbra is csak magyar játékosokkal, sorozatban a 19. szezonját indítja a hazai labdarúgás legmagasabb osztályában a Paksi FC. A klub szerdán szezonindító sajtótájékoztatót tartott, ahol többek között szó volt az induló keretről, új messzállítóról és új kabala állatról. Már az új mezeket viselték a Paksi FC játékosai, amikor június 26-án pályára léptek a fotósok, operatőrök és újságírók előtt. 18 év után most új beszállítóval dolgozik együtt a csapat. A változást a szezonindító sajtótájékoztatón jelentette be a klub ügyvezetője. 18 évig volt egy mez partnerünk a Járkó személyében, akikkel lejárt a szerződésünk, és ezúton is köszönjük nekik az elmúlt 18 évet, Marosi Lacinak és Marosi Katinak. Az elmúlt évek alatt rengeteg megkeresés érkezett hozzánk, szerettek volna mások is velünk együtt dolgozni, és az idei évben jött el annak a pillanata, hogy ezt a lépést meglépjük. Az idei évben is több megkeresést kaptunk, viszont úgy tűnt, hogy a foci világgal közösek a nézeteink, hasonló elveket vallunk, és hasonló elképzeléseink vannak a futballról, a klubról és az ő cégükről. Úgyhogy ezért úgy döntöttünk, hogy az idei évtől a MESZ partnerünk és a felszerelés partnerünk az a foci világ lesz. Tehát az idei évtől már Nike-ban, az ő általuk beszerzett Nike felszerelésben fogunk már pályára lépni. A Paksi FC sorozatban a 19. szezonját indítja a hazai labdarúgás legmagasabb osztályában. A klub ügyvezetője szerint a játékos keretben nagy mozgások nincsenek. Jelen pillanatban reálisan a könyves Norbi fog távozni a klubtól, ő már ezt jelezte felénk, ugye neki lejárt a szerződés, vagy lejár a szerződés a 30-án, Ötvös Bence érkezett, a kölcsönadott játékosainkat hívtuk vissza a keretbe, ebből van jó pár fiú, és közülük fog majd az a 2-3 játékos kikerülni, aki még a keretbe feltöltésre kerül. Természetesen vannak a játékosainkra érdeklődés, van megkeresések, de ezek még egy ilyen alapszinten vannak, úgyhogy meglátjuk. Nagy mozgást nem gondolunk. Új kabala állata is lesz a csapatnak. A kiválasztásnál az egyik legfőbb szempont volt, hogy a magyar csapat identitását a legmagasabb szinten képviselje, így esett a választás a kuvaszra. Három hónapos a
a kölyök. Halasi Szent Iváni dióként van regisztrálva, törzskönyvezve ez a kutya, de nyilvánvaló a hívó nevét, az elnevezését, azt majd a szurkolókra szeretnénk bízni, hogy segítsenek megtalálni a legjobb nevet ennek a kiskutyának. A fajta jellemzőit nagyon jól mutatja már most, végtelen nyugodt, kiegyensúlyozott felmenőit tekintve, nagyon jó küllemi adottságokkal rendelkező szülőkkel rendelkező egyedről van szó, akinek a szülői nem csak különben, hanem a jellem ösztönpróbákon is kiállták a helyüket. A magyar csapat szezonindító sajtótájékoztatójáról bővebb összeállítást tekinthető meg a Lelátó című sportmagazinban július 2-án. Pup Noémi is evezőt ragad a párizsi olimpián, így döntött a Magyar Kajakkenu Szövetség szövetségi kapitánya. Szerdán délelőtt Szolnokon lezajlott a négyes próba, amely során Pup Noémi és Lucz Anna is ment egy pályát a már biztos csapattagokkal. Ezt követően határozott úgy Hüttner Csaba, hogy az atomerőmű ESE versenyzője Pup Noémi helyet kap az olimpiai csapatban. Női K2 500 méteren a Gazsó Csipes duó mellett a Pup Folyt párosnak szoríthatunk majd az ötkarikás játékok ideje alatt. Elkezdődött a hagyományos kéthetes nyári dzsúdótábor június 24-én az Atomerőmű Sportegyesület dzsúdó szakosztályának szervezésében a Hangyási László Regionális Dzsúdó Központban idén mintegy 80 gyereknek tartanak edzéseket, figyelve arra, hogy mindig legyen idő a játékra is. Az idei évben új helyszínen a Hangyási László Regionális Dzsúdó Központban rendezi meg az ASE dzsúdó szakosztálya a hagyományos kéthetes dzsúdó táborát. Június 24-től megközelítőleg 80 gyermek tréningezik. Az új helyszín minden szempontból ideális. Régóta várjuk azt, hogy egy ilyen környezetben tartsuk a napközis táborunkat. Mindenki elfér, több szinten vagyunk, mindenhol mozgunk, minden termet használunk. És akkor ugye itt van mellettünk a sportpálya, a strandra gyalogát tudunk menni, az ASE étterembe kajálunk, tehát itt egy ilyen ideális helyszín, minden egy helyen. Keszthelyi László szerint mozgalmas nyár elébe néznek. Két hetes a tábor, nagyon sűrű, most az iskola egy kicsit később ért véget, nyakunkon az atomkupa, ami azért elég sok munkát igényel, tehát a kollégáknak ezen kell részt venni, úgyhogy jövő héten még tábor, aztán atomkupa teljes gőzzel. A táborban több csoportban zajlanak a foglalkozások. Korosztály, övszín, tudásszint, ez szerint próbálunk szeparálni, és így próbálunk velük dolgozni. Az edzők folyamatosan foglalkoznak a gyermekekkel, akik különböző fokozatokban övvizsgára is készülnek. A programok az új helyszínnek köszönhetően az eddigiekhez képest sokkal színesebbek. Több idő jut a judó munkára is, de azért így az iskola vége után oda próbálunk figyelni arra, hogy szabad idő is legyen a gyerekeknek, és legyen idő strandra, játékra, focira, mindenre. Dallos Petra mindkét héten részt vesz a táborban, hogy gyakorolni tudjon az övvizsgájára. Mint mondta, elégedett korosztályának csapatával. Nagyon jó, nagyon összetartó, és jókat szoktunk beszélgetni, segítünk egymásnak, nagyon jó. Gercsák Szabina és Pup Réka a táborral párhuzamosan a párizsi olimpiára készülnek. Külön dolgoznak a fiataloktól, de találkoznak a gyerekekkel, akiknek nagy öröm, hogy láthatják őket. A Weekend híradó végén megköszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!